Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az elcigi tesztek. Rég találkoztunk, de igazából nem is tudtam volna nektek nagyon újdonságot mutatni a piacról. Viszont egy régi, régóta várt dolog végre hamarosan a boltok polcaira kerül, ez pedig nem más, mint a... Nézzük meg először a gőzét. Nem, ez nem egy dripkazán, ez a Typhoon 4, a Swomesto legújabb fejlesztése, amire oly régóta vártunk. Nézzük meg közelebbről, hogy mi van a készletben, illetve mit lehet róla tudni, hogy kell beüzemelni, mert láttam a Facebookon is, hogy elég sokak fejében zavar van, hogy most plexi, üveg, fém, melyik mennyibe kerül, hogyan lehet őket fölépíteni. Ugye azt tudni kell róla, hogy több mint 40 darabból áll a komplett készlet, tehát azért egy kis utánaolvasást, vagy mondjuk ennek a videónak a megnézését mindenképpen javasolom, hogyha valaki készhez veszi ezt a terméket, és még beüzemelés előtt, hogy egyáltalán hogy kell beüzemelni, vagy mikre kell odafigyelni, érdemes végigolvasni a leírásokat, megnézni a videót. Essünk neki! Nézzük akkor a doboz tartalmát. Először találunk benne egy robbantott ábrás rajzot, ahol szépen elszörnyűködhetünk, hogy 41 darabból áll ez a komplett készlet. Másik az egy angol és német nyelvű kézikönyv, leírja, hogy milyen összeállításban, mekkora méretek, milyen űrtartalom, hogy lehet összeszerelni, tölteni, átalakítani. Hasznos olvasmány mind a kettő, el lehet vele szenvedni azért rendesen így újonnan ismerkedve. És akkor itt van maga a szett. Ahogy most össze van állítva, ez a plexi tank, ezen lehet legjobban látni, hogy néz ki a belső felépítése, ezért így van összerakva. Egyébként itt van még mellette a Pirex tank, illetve a fémgyűrű, hogyha a Pirexet ki akarnánk cserélni. Nézzük meg akkor, haladjunk felülről lefelé. Találunk itt egy szépen megmunkált 5-10-es drip tippet, ez már nem menetes. Itt van a csatlakozója, és itt érdemes el is mondani, hogy ezt már nem alulról, nem szenvedve töltjük, mint a régi verziót, hanem innen lehet tölteni, mint egy ilyen 21. századi Helixet. Oldalt becsorgatjuk, és kész is vagyunk. Érdemes megemlíteni, hogy aki attól félne, hogy esetleg túltölti, vagy nem tud a levegő távozni, erre is gondoltak. Itt ezen az oldalon és ezen az oldalon szépen be van marva a menet. Haladjunk tovább. A felső részt ezt nem fogom szétszedni külön a plexitől. Ez így néz ki, semmi újdonság nincs benne. És itt van a kazántér. Itt a kazántéren alulról látszik az új Swomesto logó, és azt látjuk, hogy fölülről olyan, mint egy rakéta. Van összesen 6 darab levegőlyuk, illetve nem levegőlyuk, hanem ezeken a lyukakon tud körbe a folyadék a kazántérbe lemenni. Nézzük akkor a további útját a folyadéknak. Ehhez itt fönt kell megfognunk, ahol a Swomesto logó található, és megfogjuk a mondjuk itt a gyűrűnél, és így forgatjuk szét.
itt is láthatjuk. Itt jönnek a lyukak, és hozzá itt a folyadékot, itt szállítják a kazántérbe. Amit meglepődhetünk, hogy a kazántér felülről nyitott. Igen, mert a folyadék, a likvid jelen esetben, az nekünk ide fog áramolni mellé. És ez az ógyűrű gátolja meg abban, hogy itt felszivárogjon és ide folyjon. Tehát ide áramlik a likvid, és ezeken a vékony vájatokon fog eljutni oda a kazánterünkbe. Ezt mindjárt szétszedem. Ez semmi extra. Mint az előbb mondtam, itt fog nekünk ezen a négy lyukon feljönni a folyadék innen alulról. És a másik nagy újdonsága a kazánnak, hogy ez a kazán már állítható likvid mennyiséggel is tud operálni, az pedig ennek az alsó, gyakorlatilag most az 5-10-es báziselemnek a tekerésével láthatjuk, hogy ez a rész, ez a hézag elkezd nőni. Gyakorlatilag a kazánt emeli vagy húzza vissza. Így. Hogyha már szétszedtük, akkor ezt el is távolítom. Itt láthatjuk belül, ez a rugó mögött, ha a rugót eltávolítjuk, láthatunk egy csavart. Ez lesz a levegőállító csavarunk. Ezt majd kívülről megnézzük, hogy tudjuk állítani. Itt belül az alsó báziselemben azt látjuk, hogy szét van szedve, de ez ugyanúgy pörög, nem jön szét. Ezt a csavart, ha eltávolítjuk, akkor gyakorlatilag ezt, ha innen kivesszük, akkor ott látunk egy csavart, amit egy nagyméretű csavarhúzó fejjel meg tudunk bontani, és akár ki tudjuk ezt az alsó elemet cserélni mondjuk egy natív provári csatlakozásra, vagy ha nagyon szeretnénk és van szemovárunk, akkor itt van hozzá a natív szemovár csatlakozó is. Én most ezt egyelőre meghagyom így, ezt visszahelyezem az 5-10 csatlakozóval együtt, illetve hát a csavart visszatekertem így. A kazánt visszahelyezem, így néz ki. És amit az előbb mondtam, a levegőállítás az úgy néz ki, hogy az 5-10 csatlakozót eltávolítjuk, illetve a középérintkezőt, és ott látjuk ott bent azt a csavart, amit az előbb mutattam, gyakorlatilag teljesen összeszerelt állapotban. Itt egy vékony csavarhúzóval benyúlunk, és ezt a csavart tudjuk állítani, tekerni a teljesen elzárt állapottól a teljesen nyitott állapotig, ami azt jelenti, hogy ha teljesen nyitva van, akkor 2,2 mm levegőnyük mérete. Én ezt most visszahelyezem, így né. Nézzük akkor az összeszerelését, beüzemelését. Én ehhez segítségül hívok egy kis szerelőpadot. Előzőleg már kicseréltem a tekerést. Annyit láthatunk, hogy négy bekötési ponttal rendelkezünk. Véleményem szerint ez nem azért van, hogy itt mindenféle duál, meg quad, meg Isten tudja még milyen tekeréseket
tudjon az ember elkészíteni. Egyszerűen mindössze csak az a feladata, hogy mi megtaláljuk a nekünk legjobban megfelelő bekötési pontokat. Nekem most ez és az átellenes pont volt az. Alatta van a levegőcső, és mint az előbb említettem, itt vannak a likvid szállítását szolgáló vájatok. Helyezzünk bele akkor némi vattát, de előtte nézzük meg, semmi extra, 1,28 ohm. Behelyeztem a vattát, szépen fölhajtom, és rárakom a palástot. Úgy. És a két vájat elé, vagyis illetve a két lyuk elé szépen lehajtom. Bocsánat, a kamerától nem férek. Ne legyen túl feszes, ne legyen túl laza, arany középút. Így néz ki a tekerés. Megnézzük, hogy a birodalmi málnával mit tud művelni. Egy kicsit megnedvesítem. Ezzel meg vagyunk. Rátekerem a rovárira. Úgy. 1,2 ohm, 14 watt. Adja rendesen. Na, akkor az összeszerelés a továbbiakban. Ráhelyezzük a palástot. Ha ezzel meg vagyunk, ráhelyezzük a tankpalástot. És a Helix-es, ezt letekerem hozzá, hogy jobban hozzáférjek itt a kamera alatt. Helixes időkből ismert módszerrel itt a levegőcső mellett feltöltjük. Úgy, ha ezzel meg vagyunk, ráhelyezzük a felső záróelemet, és kész. Ahhoz, hogy a folyadék elinduljon a kis lukakon, az arra van szükségünk, hogy megnyissuk a kazánt a likvid számára. Gyakorlatilag azt kell tennünk, hogy ezt az alsó részt megfogjuk. Ez sokkal egyszerűbb, hogyha egy készüléken rajta van. És szépen elkezdjük tekerni. Úgy. Ez körülbelül 2,5 menetet tud elfordulni.
ez az egész felső rész, tehát itt a gyűrűtől felfelé, és akkor nyílik ki teljesen. Nekem most nem tudom, hogy mennyire van nyitva, mindjárt megnézem. Jó néz ki a levegőjük. Pár dolgot megemlítek róla. Nézzük akkor, hogyan lehet átalakítani plexiről üvegpalástosra, vagy esetleg fémpalástos verzióra a játékosunkat. Én úgy szoktam kezdeni, erős túlzásra szoktam, hiszen egy napja van meg, hogy ezt a felső gyakorlatilag is töltő nyílást megnyitom, és eltávolítom a palástot, úgy, hogy mondjuk ezt fázisként véve, tehát a Swomesto logós, a legutolsó fém darabot fogjuk, és letekerjük a palástot. Illetve a palástról letekerjük a fém gyűrűt a tetejéről. Egy picit félretesszük. Jöhet az első elem az alsó részre, ez az O gyűrűvel ellátott menetes rész. Rátekerjük. Most jön az üvegpalást, és a végére lezáróként ugyanez az ógyűrűs történet, csak itt ugye a lukakkal ellátva, hogy a folyadék le tudjon csorogni, és hogy ez a helyén is maradjon, erre egy ilyen lapolt és bordázott kis csavarral tudjuk ott tartani a helyén. Nagyon szeretnénk, még meg tudjuk húzni fogóval is, de szerintem nincs rá szükség. Ha ezzel megvagyunk, felső záróelem, mint utolsó előtti darab. Úgy. És most jöhet a drip és a csatlakozója. Így néz ki tehát a Pirex üveges verzió. A fémgyűrűs verzió ugyanez, csak itt a Pirex helyett ezt a fémgyűrűt tesszük bele. Ahhoz, hogy a csatlakozóját ki tudjuk cserélni natív csatlakozóra, más dologra sincs szükségünk, mint hogy az 5-10 csavart kicsavarjuk, és a középső elemet eltávolítsuk. Ha ezzel megvagyunk, vigyázzunk, hogy a rugó meg is maradjon. Annyi a dolgunk, hogy a középső részről ezt a kis darabot, ezt a kis inzulátort kipiszkáljuk, és ott látunk egy csavart, azt egy nagyobb csavarhúzóval meglazítjuk, kicsavarjuk. Ha ezzel megvagyunk, akkor az ki is esett. Arra figyelve, hogy ez az ógyűrű innen eltávolításra kerüljön, és mondjuk fogjuk a provári natív csatlakozónkat, és oda ezt helyezzük be. Ha ezzel megvagyunk, akkor fogjuk szépen a
folyadékállító részt visszahelyezzük, és közvetlenül ráejtjük az előzőleg kicsavart csavart. Ezt majd visszatekerjük. Ha ezt összeszereltük, akkor annyit teszünk, hogy berakjuk ezt a kis inzulátort, és visszahelyezzük a levegőállító csavarral rendelkező elemet a rugóval, és szépen beletekerjük. Gyakorlatilag az alsó részt forgatjuk, a felső rész pedig a kezünkben fixen. Ha ezzel teljesen kész vagyunk, akkor fogjuk és beleejtjük a pozitív középérintkezőt a helyére, és becsavarjuk. Úgyne. Ha ez is kész, akkor rárakjuk a kazánpalástot. Most én jelen esetben rárakom ezt a flexit, és a felső záróelemet. Így néz ki a natív rovari csatlakozóval, és hogy lássátok, hogy ez tényleg így rá is megy. Letekerem, most ez így egybe lejött. Itt a csatlakozó. És így néz ki a provári 3-assal natív üzemmódban. Ugyanez természetesen a gyári szemovár verzióval, illetve natív csatlakozóval is működik, de nálam jelen pillanatban nincs ilyen készülék. Az előbb röviden bemutattam a kazán felépítését, belsejét. Nézzük meg akkor, hogy muzsikál, és mondjunk róla még egy pár szót. Én akkor most itt az előbb el volt zárva, teljesen kinyitom, és gőz. Hú, nagyon jó íze van. A gőze az meg mindent visz. Nem lehet panasz rá. watton, tehát nem is kell hozzá 200 watt. Isteni. Kicsit meleg a gőze, ez ilyen kajfun sajátosság, én nem szeretem egyébként a hideg gőzt, tehát nekem tökéletes, pont optimális, jobb, mint a láva farokszőr. Így egy nap használat után, amit el lehet róla mondani, persze ilyenkor benne van még az élményfaktor is. A készülék kidolgozása az patent. A hozzáadott kiegészítők mennyiségére panasz nem lehet. Kapunk magában a készletben ugye egy plexi tankot, pirex tankot, SS tankot, mindenki megtalálja azt, ami neki a legjobb, ha olyan levese van, ami repeszti a plexit, fölteszi az üveget, fölteszi a fémet, teljesen mindegy.
ezzel pedig látja, hogy hogy fogy, mert fogyni fog. Tegnap éjszaka én egy három, hát egy olyan 15-20 millilitert pöfékeltem el 10 óra alatt. Úgyhogy inni iszik a drágaság, de hát valamit valamiért gőz van, íz van, akkor a likvidnek is fogynia kell. Na, ez is jellemző rá, nem tudom abba hagyni. A gyakorlatban azt vettem észre, hogy attól függetlenül, hogy teljesen ki van nyitva folyamatosan a folyadékáramlást szabályzó rész, tehát teljes mennyisége át tud áramlani rajta, tehát a maximumon van a szelep, hogy úgy mondjam. Ettől függetlenül az elején talán volt egy szörcsenés, és az pillanatok alatt meg is szűnt, és azóta folyamatosan, és hiába tartom állítva az asztalon, nem folyik meg. Az meg külön vicces, mikor visszafele fújjuk, és egyszerre négy lyukon jön kifelé a gőz. Zsíros, testes gőz. Ami nagyon tetszett benne, hogy az előző Kaifunnál, a 3.1-nél mindenki arra panaszkodott, hogy egy, vagy fél tölteni azon a gyári betöltő csőrön, azon a kis golyós betöltő lyukon keresztül, mert egy idő után folyik. Én erre mindig azt mondtam, hogy ettől nem kell félni. Az maximum azért folyhat, mert az a golyó nem megy vissza a helyére, és akkor most egy kis how to az előző verzióhoz. A golyó nem megy vissza a helyére, mert mondjuk elpiszkolódott, vagy a likvid egy picit ott besűrűsödött, ragacsossá vált, és ezért nem tud visszazárni. Ilyenkor forró vízzel egy kicsit az ember átmossa, és tökéletes lesz. Na, ennél már ilyen sincs, nem kell úgy szenvedni, mint az előző Kaifunnál, hogy elzárom a levegőt, vagy befogom a levegőt, leveszem a topkepet, úgy töltöm. Egyszerűen megfogom, elzárom magát a juice controlt, tehát a folyadék ellátást, és a felső drip tipet az adapterével együtt kitekerem. És ennyi. És aztán agyig tudom tölteni, ha nagyon akarom. Visszatekerem. Kinyitom. És gőzölök tovább. És a másik nagy jó pofaság a dologban, hogyha én mondjuk fél tanknál rájövök, hogy égett íze van, elfáradt a vattán, vagy bármi más, akkor szépen más se csinálok, csak elzárom, bocsánat, jön itt adapterestől, elzárom a folyadék utánpótlást, és meg itt akkor nem a gyűrűt és az alsó elemet fogom meg, hanem a Swomesto emblémánál és a gyűrűnél fejjel lefele állítva szépen kitekerem. Itt van a likvidem, és itt van a kazánom. És akkor szerelem. Kipróbálom, működik, visszarakom, úgy mondjuk, mint egy Typhoon rendszerű kazánnál, visszarakom, kinyitom, és szívom tovább.
Ennyi. Tehát ennél egyszerűbben szerelhető dolog, kazán szerintem, ilyen tankazán igazából most nincsen a piacon. És hogyha nagyon akartam egy 3.1-et eredetit, sosem találtam olyan kiépítést, illetve olyan szint, amit én szerettem volna, és ezért nem is vettem. Most, hogyha ez az ember kezében van, és elgondolkozik, hogy kéne nekem most egy 3.1, akkor úgy tudnám ezt összehasonlítani, mint hogyha eddig vágyakoztunk volna egy autóra, és aztán sokat-sokat gyűjtögetünk, hogy meglegyen az az autó, és egyszer csak kidobja az autógyártó a faceliftelt, vagy a továbbfejlesztett verzióját az autónak, és abban a pillanatban, amikor meglátjuk a kereskedésben, már nem tetszik annyira az előző, ami pedig eddig nagyon jó volt, és nagyon szép volt, és azt hittük, hogy annál jobb nem lehet. De a piac, a marketing mindig bebizonyítja, hogy de lehet. A Svomesto is bebizonyította, hogy lehet. Szerintem sokkal-sokkal jobb lett, mint az előző verzió, már csak ha a töltését, a lé adagolását tekintjük, illetve hogy mennyi kiegészítő jár hozzá alapból. Nem bírom. Letenni. Na, egyébként megnézhetjük, ennyi fogyott, mióta most szívom. Menjünk a pozitív és a negatív tapasztalatokhoz. Mondom, tehát igazából nehéz nagyon bármit is mondani úgy, hogy használja az ember egy napja, szűk egy napja. De azért egy pár dolog már kikristályosodott bennem. Én kezdem a negatívval, mert úgy szeretem. Egy dolog nem tetszik benne, és az a levegőállítás. Ahhoz, hogy én ezt beállítsam, a levegő mennyiséget, a szívási nehézséget, ahhoz gyakorlatilag le kell vennem a készülékről, ki kell csavarnom az 5-10 középérintkezőjét, és egy kis csavarral így a szám felé tekergetve kell beállítani, és ahogy próbálgattam, nagyon nincs, már egy picit van, jobban van, nagyon van. A csavar viszonylag hosszú úton állítható, és mondjuk ha egy 10 centi hosszú az állítási lehetőség, akkor én úgy vettem észre, hogy az utolsó 3 centin tudom beállítani úgy, tehát ott már, mikor megnyitja az ember, akkor hirtelen kezd el sok levegő lenni, tehát ott már finoman kell játszani azzal, hogy milyen beállítást szeretne az ember. Ez volt a negatív. Ami még negatív lehet, megizzadtam az elején, hogy a natív 5-10 csatlakozóját lebombázzam róla. Nagyon patentul össze van szerelve, úgyhogy össze kellett egy kis szigetelő szalaggal a készülékkel ragasztanom, és úgy tudtam csak a középső csavart eltávolítani, onnantól kezdve már könnyebb volt a dolog. A negatívum mi lehet még? Hogyha az ember szét akarja szedni csak a kazán palástot, akkor azért erőlködnie kell, ugye minden elem sima, ez a kis levegő, bocsánat, mindig levegőállítót mondok, mert levegőlyukak vannak rajta, és tekergeti az ember, megszokásból ezt mondom. Nem, ez a folyadékállítás. Tehát ez egy picit nehezen fogható rajta, viszont arra is vigyázni kell, ugye, hogy éppen melyik gyűrűt fogja meg az ember, nehogy az legyen, hogy csak a felső palástot, és hogy kitekeri az ölébe, ömlik a juice a tartályból.
Haladjunk akkor a pozitív felé. A legnagyobb piros pont az a töltés. Fantasztikus így tölteni, hogy nem kell szórakozni, nem kell játszani vele, nem kell döntögetni, befogdosni. Egyszerűen csak elzárjuk, és fölülről megtöltjük. Ami még pozitív számomra, hogy ha akarom, akkor akár menet közben is letekerhetem a folyadéktartályt, és szerelhetem a kazánt. Tehát ez is egy pozitívum. Ami még tetszik, hogy mindenki ugye azt hitte, hogy vacilálni kell, hogy most mivel szeretné megvenni. Fémmel, pirexel, plexivel. Nem kell szórakozni. Minden benne van a készletben. Ami még pozitív, nem sikerült megszörcsentenem, mondom az elején, mikor legelőször beüzemeltem, de azóta semmi, és a gőzmennyiség az dripkazános, az íz az már nem olyan, mint mondjuk egy csepegtetősnél, de mihez is tudnám hasonlítani. Kicsit intenzívebb nekem, mint a Kaifunnál, mármint hogy a 3.1-nél. A folyadékot azt eszi, mese nincs, és a gőze az egyeseknek nagyon, hát nem nagyon, egyeseknek meleg lehet. Én azt tudom javasolni, hogy abban az esetben, hogyha ezzel a drippel meleg, akkor egyszerűen cseréljék ki egy hosszabbra. A Kaifunnak is van az a legós szettje, amivel én tegnap kipróbáltam. Annak kicsit vékonyabb a furata, tehát nehezebb szívni, de cserébe hűti a gőzét. Kell ennyi gőznél több? Megjegyzem, 1,3 ohm, 14,4 watt. Szerintem nagyon vagány kis kazán, és úgy, hogy még nem volt a kezemben a GT2, és ott a levegőállítással fogok majd játszani, meg egy picit nagyobb a luka. Azt mondom, hogy az előző generációs 3.1-es Kaifunhoz képest, de akár melyik Kaifunt is nézhetjük, a legnagyobb előrelépés az szerintem itt történt évek óta. Hát ezt nem tudom, hogy nem erős ez a kifejezés, de az előző Kaifunnal összehasonlítva szerintem itt ez már nem facelift, hanem egy erős ugrás a használhatóságot, a funkcionalitást és minden egyebet szem előtt tartva, amivel ez rendelkezik. A jó tulajdonságait megtartotta a kazán, viszont borzasztó egyszerű lett szerelni, tölteni, gyakorlatilag használni. Fogy rendesen. Úgyhogy, ha nekem ki kéne mondanom a verdiktet, akkor azt mondanám, hogy az az ár, amiért meg lehet venni, soknak tűnik elsőre, másodikra is, de ha esetleg meg lehet beszélni a családdal, hogy úgyis most jön a karácsony, tegyék be a fa alá, és mondjuk jövőre születésnapunkra se kérünk semmit, névnapunkra se, meg az autóhoz nem veszünk semmi olyan kütyüt, ami nem tetszik az asszonynak, vagy férjünknek, kinek mi, akkor azért ez egy szép ajándék lehet akár a karácsonyfa alatt is.
Meg kell barátkozni az árával, ez ennyibe kerül. Lehet abban reménykedni, hogy a kínaiak majd megcsinálják egy-két héten belül a klónját. Tudjuk, hogy sosem olyan lesz. Visszaadjam ezt a kazánt, hogy megtartsam. Lehet, hogy elszaladok vele a fenébe, mert nekem nagyon tetszik. Hogyha szeretnél te is hozzájutni egy ilyenhez, akkor én bátran merem ajánlani egy kis utánolvasást, egy-két videó megnézését mindenképp javaslom beüzemelés előtt. Tanulmányozzátok a leírásokat, amiket hozzáadtak, a robbantott ábrát, mert el lehet veszni azért a részletekben. Egy jó 20 percben nekem is beletelt, mire kitapasztaltam mindent, hogy melyik csavarral mit állítok, merre tekerek, de miután ez megtörtént, azóta gyakorlatilag nem lehet kivenni a számból, és iszonyat mennyiségű likvideket tud az ember elgőzölni vele, és mondom úgy, hogy mintha egy dripkazán szívnál. És nem kell ide 0,2 meg 0,002 ohm, 1,3, 1,2 ohmmal is, 20 watt alatt is tökéletes gőzöket lehet varázsolni, ízeket, és lehet élvezni azt, amiért vépelünk, a nagy gőzökért, a finom ízekért, és azért, hogy egészségesebben éljünk. Remélem tudtam ezzel a videóval segíteni. Ha megkívántátok a készüléket, akkor irány a webshop. Sok sikert, jó gőzölgést, sziasztok!